Lassan 20 éve, 19 éve vagyok itt Jászboldogházán. Úgy gondolom, hogy egyre komolyabb szintre emeltük a szakmai munkát itt a faluban. Az utóbbi időben már rengeteg nemzetközi megfigyelő járt a meccseinken, edzéseinken. Például az elmúlt héten két játékost el tudtunk adni Farmosra, úgyhogy gondolom, hogy jó úton járunk, és minél több ilyen játékos ki tudunk nevelni. A mai edzésre mondtam külön, hogy ne érkezzen megfigyelő, mert Zoltán évnapot tartunk, tehát most egy kicsit lazábbra veszik a figurát a mai nap. Üdvözlöm a nézőket. Kezdődik a show. Én mégis edz azért, mert edz. És jó vele edzeni, érted? Ezt kellett tanulni. Lefele gyalozunk, ez itt papa vezet, ezek budai hegyek. Idő ura, itt hallgatunk, mi a burai helyet. Ezek ugyanolyanok, anyakukba lihegek. Ezek udvari bolondok, sok van a mi gyerek. A ház halad iderek, csak egy 9-es busz kellek, hogy csoda vigyelek. Apám nem unatkozott, sokat hívott, drogozott. És a maga, amit evedett, az csak kibontakozott. Felig zikudből a bonyolat, csak felég a bozó. Nem írom ezt a filmet, így csak feliratozom. Amere én járok, arra bámul a világ. Papok között állok és elárul a világ. Irigyék a semmit meg a papír koronát. Valódi a nevem rátok külön magirát. Amere én járok, arra bámul a világ. Papok között állok és elárul a világ. Irigyék a semmit meg a papír koronát. Valódi a nevem rátok külön magirát. Érek innen át, ez a munkám, baby, a tudatiparág. Betófi meg az ön tudatiparág. Behunyom a szememet, a vonaviperát. Figyelek a részletekre, sokan mondták ezt. Szüleit várnak, és az a plát hondát vesz. Minden korrát vesz, aztán korrát vesz. És a vége egyszer majd az halak korlát lesz. Mert belehalok, milyen szabad ország ez. Anyámnak hírok és semest és az Orbán les. Ja, amere én járok, arra bámul a világ. Papok között állok és elárul a világ. Irigyék a semmit meg a papír koronát. Maugli a nevem rátok külön magirát. Amere én járok, arra bámul a világ. Papok között állok és elárul a világ. Irigyék a semmit meg a papír koronát. Maugli a nevem rátok külön magirát.
Ő egy űrlény, akit összeraktak odafent valahol a Marson, és mivel selejtesre sikeredett, ide ledobták a földre.